kedves vendégeink a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a kivitelező Svitelszki Magyarország Kft. Nevében szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük kedves minnyájukat. A 4202-es jelű úgynevezett kisújszállás mezőtúr összekötő út átadásán, még pontosabban fogalmazva a Turkeve mezőtúr szakasz megújulásának ünnepén és annak sajtónyilvános átadó rendezvényén, mert ez valóban ünnep. Sok egyéb szempont miatt talán azért is, mert így a kevi birka pörkölt nem fog majd kilötyögni a túri fazekas stálban, hogyha egyik településről átviszik a másikra, és ezzel nagyjából meg is fogalmaztuk a projektnek a lényegét és a velejét. Mivel 12,5 kilométerről van szó, bátran mondhatjuk, hogy jelentős szakasz még az egyébként jelentős megyei felújítás sorozatban is, ezért köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat dr. Fazekas Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok megye országgyűlési képviselője. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy itt van velünk és közösen ünnepel. A térség országgyűlési képviselőivel is többes számban fogalmazok, hiszen nagyjából a határon vagyunk, de még bentebb van Kovács Sándor úr, a térség országgyűlési képviselője. És Boldog István úr, a szomszéd térség országgyűlési képviselője, de nagyon közeli szomszéd. Köszönjük szeretettel dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal vezetőjét, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat a mezőtúr és a törökszentmiklósi hivatalok vezetői Rácz Péter és dr. Otka János Hunor úr is. Köszöntjük a helyszínen, ismételten mondhatjuk bátran, szeretettel Fehér Petrát, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnökét. Úgy látom, hogy nagyon sokan elfogadták polgármesterek is a térségből a meghívásunkat, amit hálásan köszönünk, és nem csak ők, hanem az önkormányzatok elöljárói, illetve a helyi közélet szereplői. Nagyon köszönjük önöknek nem csak a jelenlétet, hanem az előzetes visszajelzéseket is, amelyekkel segítik a szervezők munkáját. Tisztelettel köszöntjük Váncsa Zoltán urat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóját. Vas Árpád urat, a kivitelező Svitelszki Magyarország Kft. Építés vezetőjét. Matuska Zoltán tűzoltó ezredes urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei igazgatóját. Kosztyú Gábor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság képviseletében, mint megyei alezredest. És Bajári Attila mezőtúri kapitányság vezetőt is, és általuk köszönjük szépen a rendvédelmi szerveknek a közös, mondhatjuk bátran professzionális összehangolt munkáját, amellyel a felújítást is, meg a rendezvény lebonyolítását is segítik, és természetesen külön köszönet és hála a sajtó képviselőinek, akik ebben az esetben is jelentős érdeklődést tanúsítanak, mivel jelentős szakaszról van szó, és azt is tegyük hozzá, hogy ez most hivatalosan egy úgynevezett TOP program keretében zajlik, de nem messze nem ez az egyetlen Jász-Nagykun-Szolnok megyében, és az országban sem, bár az is igaz, hogy ebből nagyon jelentős szeletet hasít ki a mi megyénk, úgyhogy nem túlzás, hogyha azt a kijelentést tesszük, hogy toppon vagy a megye ebből a szempontból is. És nagyon örömteli az, hogy a program végén ott van egy római egyes, mert hogy így hangzik, közlekedésfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy, ebből bízhatunk abban, hogy ez egyfajta sorszámozás, és egyután még jöhet a kettő is. Ezek jegyében kérem a programot jelentős mértékben menedzselő Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnökét, Fehér Petrát, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket egy újabb örömteli eseményen, amikor ismét egy régen várt út felújítását adhatjuk át a közlekedőknek. Az elmúlt hasonló ünnepségeken sokat beszéltünk már a vidék megtartó erejéről, de talán ennek egy szegmenséről, és talán a legfontosabb szegmenséről, a fiatalokról kevés szó esett. A vidék akkor él tovább és fejlődik, ha a fiatalok is itt maradnak, vagy tanulmányaik, vagy tapasztalatszerzés után visszatérnek a szülőföldjükre, vagy éppen más vidéki helyszínre. Ahhoz, hogy ezt a fiatalok is így akarják, még sokat kell tenni. Megyénk, Jász-Nagykun-Szolnok megye, a magyar gazdaság vidéki lét lelke lehet, de szükség van a fiatalokra, vonzóvá kell tegyük számukra a vidéket. A magyar kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően ma már egyre több jó fizetést kínáló munkahely jön létre, megyénkben, a vidéki városokban, falvakban, a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően megközelíthetik a megyeszékhelyek életszínvonalát, mindemellett a vidéki életforma, a vidéki turizmus biztosítja
megyénk életben maradását. A nagyvárosok hívó szava erős. A vidék örekedik, egyre kevesebb fiatal tér haza, szülővárosába, szülőfalujába. A kormány is azt szeretné, hogy azok a fiatalok, akiknek elnyeri tetszését a vidéki élet, a lehetőségekhez jussanak, és megtalálják a számításaikat. Az emelkedő családtámogatások mellett kiemelten fontos akcióterv a Modern Falvak és Kisvárosok programja, amely támogatja a vidéken való életet, többek között emelt csokkot biztosít a fiatalok számára, és további forrásokat biztosít a kistelepülések fejlesztése érdekében. Ma már Turkeve is sokkal vonzóbb lett a fiatalok számára, mint 15-20 évvel ezelőtt. A kitartó munkának köszönhetően gyakorlatilag megszűnik a munkanélküliség, számos fejlesztést teszi szebbé a települést. A helyi diák életintézményei fejlődnek, például a Petőfi Sándor általános iskola mintegy 400 millió forint forrásból újul meg. A kormány tehát több területen is azon dolgozik, hogy megteremtse az élhető vidéket, a fiatalok hazatérjenek, és a nagyvárosok zajától távol boldogan neveljék gyermekeiket. A mai nap is egy újabb esélyt ad arra, hogy ez a térség is vonzóvá váljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közlekedők mától ezen a 12 kilométeren európai színvonalú úton közlekedhetnek. Ugyanolyan minőségű úton, mint amelyekkel az ország felújított útjain, vagy éppen a nagyobb települések korszerűsített útjain. Szeretném kiemelni, hogy Jászlóskun-Szolnok megyében rég nem látott útfelújítási program kezdődött el 2018-ban. Több mint 13 milliárd forintból, több mint 132 kilométeren kezdtük meg megyénk úthálózatának felújítását. A magyar kormány gazdaságpolitikája és a magyar emberek kitartó munkájának köszönhetően az elkövetkezendő években is folytatódni fog a munka, folytatjuk útjaink felújítását. Bízom abban, hogy ez is vonzó a fiatalok számára, és ők is azt gondolják, hogy jó vidéken élni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Vidék népesség megtartó erejéről, fiatalokat itthon tartó erejéről, és az ehhez köthető, természetesen agráriummal kapcsolatos programokért volt felelős két cikluson keresztül is miniszterként az a személyiség, aki ugyanabban a 8 esztendőben a térségnek is volt az országgyűlési képviselője. Persze bátran mondhatom, hogy akkor miniszterként is az egész megye sorsát a szívén viselt, és nincs ez másként most sem megválasztott országgyűlési képviselőként. És nyilván az sem a véletlen műve, hogy ez a szakasz megújulhatott, hiszen a döntési folyamat az jóval korábbi, mint a kivitelezés időpontjának kezdete. Szeretettel kérjük a pódiumra dr. Fazeka Sándor képviselő urat, hogy tartsa meg megnyitó beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm ünnepségünk valamennyi kedves résztvevőjét. Egy fontos alkalom a mostani, hiszen egy régi elképzelés válik valóra. Egy régen megfogalmazott igényt sikerül teljesíteni akkor, amikor Turkeve és Mezőtúr között átadjuk a forgalomnak ezt a gyönyörűen felújított útszakaszt, amely a nagykunságnak is az egyik közlekedési ere, és egyúttal lehetővé teszi azt, hogy a város könnyebben legyen megközelíthető, illetve azok a gazdasági, kereskedelmi és más jóléti funkciók is, amelyek az utak kellenek, azok magasabb színvonalon lesznek elláthatóak. Én ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, aki az elmúlt években a tervezésben, a projekt előkészítésében, annak finanszírozásában és végrehajtásában, illetve a konkrét munka végzésben részt vett. Hiszen nagyon sokak munkáját kell most kiemelnünk, kezdhetem talán a kormánnyal, az országgyűléssel, amely biztosította a költségvetési fedezetet. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úrnak külön köszönet jár, hiszen amikor egy nagy beruházás megvalósult itt Turkevén, egy külföldi befektető ezt a várost jelölte ki célpontul, akkor ő megígérte azt személyesen nekem, illetve az országgyűlési képviselőnek is, hogy segíti a jobb megközelíthetőséget, segíti azt, hogy amikor a vidék gazdasága erősödik, akkor az állam is tegye oda azt a fejlesztésekben, ami szükséges. De sorolhatnám a megyei járási szerveket, hatóságokat, az útügyi szerveket, a parlamenti képviselőknek a hosszú éveket átfogó munkáját, hiszen így lehet egy ilyen nagy beruházást megvalósítani, amely közelíti a milliárdos nagyságrendet.
12,6 km-ről van szó. Itt nálunk az Alföldön ezek a távolságok jellemzőek, tehát egy-egy útszakasznak a felújítása az bizony komoly előkészítés és pénzügyi erőfeszítést is igényel. Nyilván ez is része annak a programnak, amely zajlik szemünk látára, épül, fejlődik a 4-es főút, autópályaszakaszok készülnek, hamarosan átadásra is fognak kerülni. Itt a Pest megyei szakaszra gondolok, folytatódik a már megkezdett építkezés a Szolnoki északi elkerülőn. Mindez lehetővé teszi azt, hogy a megye könnyebben legyen megközelíthető, de más mellékutak is sorra fognak kerülni, hiszen a célunk az, ebben képviselőurakkal is együttműködünk és a megye többi képviselőjével, hogy valamennyi fő- és mellőkút hasonlóan jó színvonalon álljon majd a közlekedők rendelkezésére. Ehhez nem pusztán a szándék, hanem a költségvetésre, anyagi áldozatvállalása is szükséges, de mindezt az Alföld, az ország gazdasága ma már képes megtermelni, így adottak a lehetőségek arra, adott a feltételrendszer arra, hogy a megkezdett munkát a jövőben is eredményesen folytassuk. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, és szerintem ebben a feladatban továbbra is számíthatunk egymásra, számítunk Önökre. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönjük szépen, tisztelt miniszter úr, és akkor a dr. Fazekas Sándor által elkezdett köszönetnyilvánítások nevesítésének sorában mindenképpen ott van a beruházó, üzemeltető Magyar Közút is, amely túl azon, hogy ebben az esztendőben tulajdonképpen jubileumot is ünnepel, ezen a héten meg még a kapukat is kinyitja, hiszen egy újszerű kezdeményezés keretében a gyermekek kipróbálhatják a hókotrót, a nagygépeket, egyáltalán egy picit, ez is a program lényege, legyél egy napra te is közutas, megpróbálják a szakmához csábítani a fiatalságot, már ha lesz gépük, mert folyamatosan dolgoznak, van mit tenni ebben az esztendőben és jövőre és Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszönjük a közútnak, hogy újra együtt ünnepelhetünk egy jelentős szakaszon, melynek műszaki adatai ismertetésére tisztelettel kérjük Váncsai Zoltán urat, a Magyar Közút Nonprofit ZLT megyei igazgatóját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel fogom ezt az adat sort közölni Önökkel, hiszen közel 10%-os része van ennek a most mögöttünk álló útnak a felújításából, az egész megyét érintő 2018-19-es útfelújításokból. Uniós, topos finanszírozásnak került itt a megvalósítása ebbe a 12,6 kilométerbe. Utoljára 1992-ben volt ez az út korszerűsítve az akkori paramétereknek megfelelően. 6 méter a szélessége, átlag 4 cm-t martak fel abból a burkolatból, ami mostanig szolgált, és az új burkolat pedig 6 cm vastagságban került egy kötőréteg és egy koporréteg az útra. Pályaszerkezeti cserét is kellett alkalmazni, mert helyenként nem bírta már a régi útalap. Ezt összesen 660 négyzetméter felületen tették meg a kivitelezők. A patka 6300 méteren földpatka, és ugyanilyen hosszúságban 6300 méteren nemesített patka, ami kőzúzalékból készült. Kicserélték a kresztáblákat, új burkolatjeleket festettek, és 5 pár buszöböl teljes felújítását is elvégezték. Mindenre 135 nap állt rendelkezésükre, és 677 millió durván a kerekített összeg, amiből ezt megvalósították. A kivitelező a Svitelszki Magyarország Kft. Volt, lebonyolítója pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT, Jász-Nagykun Szolnok megye igazgatósága. Most senkit ne tévesszem meg, hogyha még lát egy hídépítést, hídjavítást a szakasz közepe tájékán. Ez a hídfelújítás nem volt része ennek az útfelújításnak, az egy külön terv, és az is rövidesen el fog készülni, úgyhogy akkor teljesen zavartalan lesz majd a közlekedés, de mindenki úgy közlekedjen, hogyha elindult, akkor tudjon is megállni, és ne kényszerűségből az útnak valamelyik oldalán vagy szallakorláton. Úgyhogy biztonságos közlekedést kívánok mindenkinek, és tartsuk be azt, ami a szabály, amit a közlekedés rendészet előír. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, tisztelt igazgató úr. Váncsa Zoltán azért fogalmazott, hogy közel 10%-ról van szó ezzel a 12,5 kilométerrel, mert már nem 125 az idei terv, hanem több mint 130, nagyjából 132 kilométer, már ami a Jász-Nagykun Szolnok megye felújítandó útszakaszokat jelenti.
és kérem, hogy ne tévesszem meg senkit az, hogy most viszonylag nagy a csend, hiszen a bemutatásnál már teljesen jogosan megdicsért rendőri szervek a forgalom lassítását, csillapítását már végzik. Ha ezt nem tennénk, alig hallanánk egymás hangját, olyan forgalmas ez az útszakasz, és egy olyan jelentős, amely ugyan egyik kerületből vezet a másikba, de térségeket is összeköt, hiszen például Karcag felé is egy ilyen úton kell most már menniük, akik a Nagykunság északabbi része felé tartanak, mert hogy az is része, ott is van felújított útszakasz ebben az esztendőben, ennek az országgyűlési képviselői választói kerületnek, melynek a megválasztott parlamentere Kovács Sándor, tisztelete kérjük őt az ünnepi beszédre. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Az útról nem jó beszélni. Az út olyan, mint a levegő. Ha a levegőről elkezdünk beszélni, az azt jelenti, hogy nincs, kevés van, vagy nem jó. Ha az útról elkezdünk beszélni, annak valami oka van. Vagy kevés az út, vagy nem jó az út. A levegő is olyan, mint az út. Ha nem beszélünk róla, akkor minden rendben van. És hogyha egy útról beszélünk, akkor valami problémák vannak, valami hiányosságok, építeni kell, javítani, hiszen az egy ember, ha közlekedik, akkor az a természetes, hogy jó úton megy, észre se veszi, hogy vannak problémák az úttal, hogy nem elég széles, vagy akár kátyús is. És most az úttal foglalkozunk, azzal az úttal, amelynek a javítása erre a kormányra, ezekre a kormányzatokra, a mi kormányunkra hárul. Hiszen ebben a pillanatban, amikor itt állunk, tudjuk azt, a mérnökök és az úthasználók tudják, hogy romlanak az utak. Folyamatosan. Újabb kátyúk keletkeznek, a régi kátyúk kezdenek növekedni ezekben a pillanatokban is. De szerencsére ezekben a pillanatokban emberek és gépek dolgoznak az utakon. Javítják az utakat, hozzák helyre, csak ez egy sziszifuszi munka. Keletkeznek a kátyúk, romlanak az utak, de javítják is, helyrehozzák, és mint ahogy itt látjuk, vadonatúj, gyönyörű út épül. Csak az nem mindegy, hogy az útromlás és az útépítésben ki a gyorsabb, ki az erősebb. Nekünk az a célunk, hogy gyorsabban tudjunk építeni, javítani, mint hogy a természet és a forgalom rombolja az utakat. És hogyha ezt elérjük, vagy ennek az ütemét meg tudjuk haladni, akkor már a célhoz közelítünk. Egyre kevesebbet fogunk az utakról beszélni, mert természetes lesz a jó út, mint a jó levegő, csak ehhez nagyon sok pénz és nagyon sok munka szükséges. Én kívánom mindannyiunknak, az utat használóknak, az utat javítóknak, azaz minden magyar állampolgárnak, hogy minél kevesebbet kelljen beszélni az útról, minél természetesebb legyen a jó, a biztonságos, az egyik településről a másikig elérő magyar út, és kívánok azoknak a szakembereknek, akik ebben részt vesznek, nagyon jó munkát, nagyon sok munkát, hogy sok utat tudjanak javítani, és kívánom magunknak, magyar állampolgároknak, hogy ugyanúgy, ahogy eddig is, az országnak, a kormánynak több lehetősége legyen arra, hogy többet tudjon fordítani a magyar közutakra. Tehát, ahogy igazgató úr is mondta, mindenkinek az egyre javuló utakon balesetmentes közlekedést kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, tisztelt képviselő, és csak azért beszélünk most hangsúlyozottan az utakról természetesen, mert hogy most ennek van itt az ideje, és tegyük hozzá, hála Istennek, és ez már sorozatban a megyében június végétől számolva majdnem jubileumi 9. ilyen jellegű rendezvény, hogy bőségesen folytatódik is, és ez valóban megerősíti mindazt, amit képviselő úr is jelzett, és miniszter úr is a Nemzeti Ügyek Kormányának fontos szerepéről. Mondhatnám úgy, hogy a szomszéd képviselő következik, de ez csak képletesen fogalmazva gondolják így meg félig tréfásan, mert hogy azért nem úgy van az, hogy átkönyökölnek a telek határon, ellenkezőleg kéz a kézben dolgoznak a fejlesztéseken, mert hogy egy felújított útszakasz úgy nyeri el az értelmét, hogyha van folytatása is hosszabb távon. Ennek van, ráadásul tulajdonképpen mindkét választókerületet érinti, úgyhogy egyébként is
büszke lehet arra Boldog István, hogy a saját körzetében már többször ünnepelhettünk közösen, de ennek is örülhet vélhetően az ő térségében lakó sok tízezer ember. A szomszéd térség országgyűlési képviselőjét, Boldog István urat kérjük ünnepi beszédre. Tiszteltek, köszöntök mindenkit ezen a szép nyári napon. 2013-ban elindítottunk egy programot a magyar emberek munkájának köszönhetően. Ez pedig egy olyan útfelújítási program, ami azóta is zajlik, de meg kell mondjam őszintén, ma már a sokadik átadó ünnepségen először vagyok olyan útfelújításánál, amit a rendszerváltás után újítottak meg. 22 évvel ezelőtt az Antal kormány idején újult meg utoljára ez az út. Ennél csak régebben felújított utakat újítottunk eddig fel, legalábbis az én térségemben. A legutóbb átadott Turkevére, szintén Turkevére vezető út, ami Kuncsorba és a Tisza 2 között készült el, illetve a kereszteződésben történt egy biztonságtechnikai kialakítás, az 35 esztendővel ezelőtt volt felújítva. Ez azt jelenti, hogy jól haladunk, lassan talán elérkezünk oda, hogy minden útszakaszt föl tudunk újítani, ami a rendszerváltás előtt lett utoljára felújítva. Ez egy nagyon fontos dolog, de az az igazság, hogy ezeknek az utaknak a felújítása nem a dátumtól függ, hanem attól, hogy melyiken mekkora forgalom van. És látható, hogy nyilván azért volt ez nagyon rossz állapotban ez az út, még ha 22 éve volt az utolsó felújítása is, mert ezen lényegesen nagyobb forgalom van, mint a másik Turkevére vezető úton. Abban kell bízzunk, hogy ezt a programot tudjuk tovább folytatni. Örömmel mondom, hogy a saját térségemben, de valószínűleg a kollégám térségében is az idei esztendőben nem ez az utolsó útátadás, hiszen nagy erőkkel zajlik a Szajol-Törökszentmiklós közötti 4-es főútvonal felújítása is. Október végén, november elején be is fejezik. Ez egy fontos útfelújítás számomra is, és fontos útfelújítás a kollégáim számára is, hiszen ez az út közelíti meg mindkettőnk térségét, ez az az út, amelyen keresztül el tudunk jutni az országhatárra, Nagyvárad felé, és Nagyvárad felől eljutnak hozzánk. Mindenképpen fontos azért, hogy mi biztonságosan tudjunk közlekedni, biztonságosan közlekedjenek a magyar emberek, és biztonságosan közlekedjenek azok a turisták, befektetők, akik ebbe a térségbe érkeznek. Mint Fazekas miniszter úrtól hallható volt, komoly befektetés történt ebbe a városba, és ezt a komoly befektetést bizony csak akkor tudják továbbfejleszteni, hogyha a jó megközelítése is meg lesz Turkevének, meg lesz az összes településnek. Én abban bízom, hogy az elmúlt években felújított utak, a most folyó gyorsforgalmú hálózat építés azt fogja eredményezni, hogy a ma már itt a mi térségünkben is kis számban levő munkanélküli is munkahelyet fog találni, mert új beruházások következnek be. Ehhez járul hozzá az is, hogy elindul a Magyar Falu Program. A Magyar Falu Program keretein belül örömmel jelentem itt be, hogy az én térségemben jövőre két út fog elsőként megújulni, ami a Magyar Falu Programban lesz. Az egyik a mesterszállási bekötőút, amelyet már évtizedek óta várnak a mesterszállásiak, hiszen ez az egyetlen megközelítés a településnek szilárd burkolatú úton, illetve a Kengyel-Martfű közötti útszakasz, amelyet meg mindjárt tudunk, hogy egy komoly dél-észak összekötő út, és bizony nagyon rossz állapotok vannak ott tavaszonta telente. Természetesen abban bízhatunk, hogy nem csak a Magyar Falu Program keretén belül folytatódnak az útfelújítások, hanem egyéb állami forrásokból is utakat fogunk felújítani, hogy utol tudjuk érni magunkat. Több évtizedes a lemaradásunk, de ezt a több évtizedes lemaradást igyekszünk minél gyorsabban behozni. Azért látni kell, hogy nem tudunk minden energiánkat és minden anyagi eszközt útfelújításra fordítani, hiszen itt a megyénkhez köthetően is folynak a gyorsforgalmi építések, mint ahogy az országban számtalan helyen. Öröm az, hogy az Szolnok északi elkerülő, azaz az Abony-Törökszentmiklós közötti M4-es gyorsforgalmi útnak megvan a kivitelezője, hamarosan megtörténik a területátadás, és reményem szerint legkésőbb tavasszal megkezdődik a munka, hogy határidőben átadhassuk azt a szakaszt is, és Törökszentmiklóstól teljesen Budapestig, az M0-ásig gyorsforgalmi úton biztonságban közlekedhessünk. Azt is örömmel jelentem be, hogy napokon belül megtörténik a Tiszakürt
lakitelek közötti M44-es autópálya szakasznak a munkaelindítása, tehát folytatódik az M44-es gyorsforgalmút építése az ötös felé. Ez is egy fontos dolog, ez is a térség megközelítését, a megye fejlődését szolgálja. Bízom benne, hogy ezt az ütemet tudjuk tartani, vagy akár ennél több utat is tudunk a jövő esztendőben felújítani. Én mindenkinek biztonságos közlekedést kívánok, és azt, hogy részese lehessen sok-sok ilyen szép ünnepnek, sok ilyen útátadásnak, hogy a biztonságos közlekedés az mindnyájunknak adott legyen. Azt kérem mindenkitől, ahogy igazgató úr is mondta, hogy tartsuk be a szabályokat, járjunk a szabályoknak megfelelően, akkor biztos vagyok benne, hogy a jó minőségű aszfaltúton nem történnek balesetek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, tisztelt képviselő, és mi más tehetnénk hozzá, mint azt, hogy váljanak valóra Kovács Sándornak és Boldog Istvánnak a kívánságai és tervei is. A bejelentések azt sejtetik, hogy lesz miről beszélni a következő időszakban, esztendőkben is. Boldog István utalt arra, hogy tulajdonképpen negyed századdal ezelőtti az utolsó beavatkozás, még ha rendszerváltozás után is ezen a szakaszon, másképpen fogalmazva ez egy emberöltőt jelent, akkor bízunk abban, hogy a most induló emberöltő, a most születettek egy korszerű útszakaszon közlekedhetnek a két város között. Persze ezzel nem csak a kisebb térség, hanem egész Jász-Nagykun-Szolnok megye is gazdagodott, ez bátran kijelenthető. Mint ahogy az is, hogy a mostani zárszó, amelyre tisztelettel kérjük a megyei kormányhivatal vezetőjét, már egy jelzőt is kaphat, ez az úgynevezett folytatólagos zárszó. Igaz, hogy minden rendezvénynek van egy zárszava, de az is igaz, hogy a felújítás sorozat természetesen folytatódik. Tisztelettel kérjük dr. Berkó Attila megyei kormány megbízottat a pódiumra. Tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket. Hát zárszóként mit is mondhatnék, mint hogy megköszönjem mindenkinek azt a munkát, amit ebbe az útszakasz felújításába beleinvestált, beletett. Szeretném megköszönni a polgármester uraknak, hogy képviselik a lakosságot, képvisel a lakosság érdekét, hiszen ugye ez nagyon fontos feladatuk. Nyilván az ő komoly egyeztető és lobby tevékenységük is benne van abban, hogy ezek az útszakaszok elkészültek. Szeretném külön köszönni az országgyűlési képviselőinknek azt, hogy valóban komoly munkát végeznek azért annak érdekében, hogy az úthálózatunk fejlődjön. Mondom is ezt azért, hiszen azt tudjuk, hogy nem csak Jász-Nagykun-Szolnok megye az, amely sorban áll az útfejlesztési forrásokért, hanem nagyon sok térség, nagyon sok megye, és én azt gondolom, hogy ez a munka, ez a kitartó munka eredménye az, hogy szinte most már hetente tudunk átadni egy útszakaszt. Szeretném megköszönni a kivitelezőnek, hiszen most már láthatjuk, hogy minőségi munkát végeznek útszakaszról útszakaszra, és talán az is nagyon fontos, hogy a kivitelezők magyar munkaerőnek adnak munkát, magyar cégeknek adnak háttérmunkát, hozzásegítve ezzel természetesen a gazdaságunkat a további fejlődéshez. És végezetül szeretném felhívni a közlekedő figyelmét arra, ami már itt ma elhangzott. Ennek az útszakasznak a legstabilabb pontja az aszfaltozott felülete. Úgyhogy kérnék mindenkit, hogy lehetőség szerint azt használja, ne a patkát, hiszen a patka az nagyon gyorsan szétnyomódik, ezáltal az út minőségének a romlása is lényegesen gyorsabbá válik. De bízunk benne, hogy nem 20-30 év múlva kell újra azt elmondanunk, hogy ez az útszakasz felújul. Egyrészt hosszabb távon ilyen minőségű marad, másrészt biztos vagyok benne, hogy ha ezt a munkát így folytatjuk közösen, akkor az esetleges javítások, az esetleges újabb réteg is gyorsabban rákerülhet erre az útra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek gratulálok, és további szép napot kívánok. Tisztelt hölgyeim és uraim! A felújításokat végző Svitelszki Magyarország és jómagam nevében tisztelettel köszöntök mindenkit. A felújítási munkákat a részünkre rendelkezésre bocsátott kiviteli terdokumentációknak megfelelően a vonatkozó előírások betartásával első osztályú minőségbe végeztük el. Ezúton az elkészült művet készre jelentem, és felajánlom átvételre az út üzemeltetőjének, a Megyei Magyar Közút Non-Profit ZRT igazgatóságának, személy szerint Váncsa Zoltán igazgató úrnak. Köszönöm szépen, az utat üzemeltetés fenntartása, ezennel átvesszük. Kérem önöket, hogy a nemzeti szín szalag átvágásával legyenek kedvesek felavatni a 12,5 kilométeres útszakaszt.
Kérem, hogy akinek a kezében nincsen fényképező vagy kamera, az legyen kedves ezt egy tapssal szentesíteni. Persze ismét csak szimbolikusan.